képviseletében dr. Keres Miklán úgy, ügyvédőrnek az ügyvéd igazolványában változott-e valami az első ellenállásot, nem változott. A szükséges úrós ország. Nem. A szerintem el, amíg a megtekinteni úr, és akkor a akkor halálkozás történt az igazolványában. 13.061. 13.061 és 6.11.21. Akkor személyesen megjelentett az emberek részéről. Minden, akkor tessenek szólni, hogy mit jelentjük művezet. Gonda László személyesen. Lasszán Ferdinánd személyesen. Szóval Vladimir személyesen. Önök a képviselőket. Kölbár Ferenc. Ön is képviselőket. Képviselni az ügyvédőt? Igen. Igen? Igen. Hatalmazási miniszter, hogy a meghallás még nem adtam be, akkor minden Aumon László. Igen. Emberkedések megtartására vonatkozik. Szegény Julika.
utat lépni, ezt meghaladóan a polgári és politikai jogok nemzetközi egyesség okmányára, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezményet, az Alkotmánybíróság 5.2001. november 29-i alkotmánybírósági határozatára. Összefoglalóan ebből azt a következtetést mondta le, hogy az Alkotmánybíróság is és a vonatkozó ítéletek is a büntetési jog gyakorlása az előzetes bejelentési kötelezettséggel összefüggésben értelmezendő és az ennek elmulasztására alapított felosztatási kötelezettség nem alkotmányellenesen korlátozva jogokat. Ön utalta, hogy valószínűsítem, hogy ez a Bukka ügynek a legfelső bíróság végzésére. Itt a negyedik oldal lapján azt található, melyel összefüggésben kiemelte, hogy a rendezvény bejelentettségének a legfelső bíróság ellenőrzésének is van jelentősége az ügyben. Hivatkozott nemzetközi bíróság ítéletekkel kapcsolatban azt adta elő, hogy azokat nem lehet figyelembe venni a per során, tekintettel arra, hogy ezek a döntések nem voltak a rendőrség altere számára, és senki számára, altere számára sem ismert. Kiemelte, hogy a bejelentettség hiánya is elegendő a rendezvények felosztatása vonatkozásával. A bíróságnak intézett egyéb eljárás jogi kérdésekre vonatkozó indítványokat tartalmaznak. Fontos, hogy az Ezelin és Franciaország között folyamatban volt ügyben hozott ítéletben is álláspontja szerint az úgy értelmezendő helyesen, hogy a rendezvény felosztatása, tömeg szétosztatására irányuló csapaterő alkalmazása során az egyéni felelőssége nem vizsgálja a rendőrség. Ehhez az irathoz per egy szám alatt van csatolva a igazságügyi és rendészeti minisztérium nemzetközi büntetőjogi főosztálya által jegyzett tájékoztató levél, amely foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a bíróságnak milyen szerepe van egy adott ügy vizsgálatánál, illetve a nemzetközi bíróságnak az ítéletén milyen kihatással vannak az adott részes tagállamra vonatkozó bíró tekintetében. Ez a levél leszögezi azt, hogy a benyújtott kérelmek elbírálása során az egyedi tényállás alapján kell vizsgálódni a nemzetközi bíróságnak a joghatósága csak a egyezmény megsértésére annak vizsgálat terjed ki, mint folyásolják. Konkrétan azonban ez a levél is elismeri, hogy ez a nemzetközi bíró ítélet, ez egy mégiscsak valami kétszeretet magam jogra, minek a jogalkotásra hívva. Rámutat arra ez a levél, hogy az Bukka ügyben hozott ítélet arra közvetlenül ítélet nem alapozható, mert az az ítélet sértő a